Van úgy, hogy olyan dolgok vésődnek belénk, melyeknek a nagyvilág számára nincs különösebb jelentőségük. Ezek a pillanatok mélyen belénk ívódnak, hozzánk tartoznak, és személyiségünk részévé válnak. A városunk az otthonunk, mert itt érezzük, hogy tartozunk valahová. Boldog születésnapot, Kazincz Barcika! Kedves nézőink, ettől biztos, hogy sokkal komolyabb és minőségi zenei produkciókra, zenei összeállításokra számíthatnak a mai adásunkban. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök, ez itt a Color TV Fesztivál műsora. Augusztus 1-én, azaz múlt csütörtökön megkezdődött a 7. Color Fesztivál. Mai műsorunkban összefoglalót láthatnak a nyitónap kiállításairól. Ellátogattunk a Color Country rendezvényein belül Dubicsányba, Nekézsenybe, Múcsonyba, és természetesen részt vettünk az utcazenei fesztiválon, és összeállítást készítettünk a 6. Color futásról is. Higgyék el, érdemes lesz velünk tartani mai adásunkban, azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Thank you.
Igazán rendhagyó kiállításokkal startolt el a 7. Color Fesztivál augusztus 1-én, azaz múlt csütörtökön. A művészet kedvelő közönség közelről az alkotóval érezhet át, hogy sikerült-e az egyedi alkotást bronzba önteni, vagy a semmivé lett. A gyerekek pedig és a mára-már felnőtté vált rajongók találkozhattak többek között az életnagyságú süsüvel, az egyfejű sárkánnyal. A Color Fesztivál 7.0 rendezvény sorozatát Szitka Péter polgármester nyitotta meg hivatalosan is a Mezei István Művészeti Központban, aki a 7-es mesebeli számban bízva azt kívánta, hogy ez az országban egyedülálló összművészeti fesztivál az eddigiekhez hasonlóan idén is mesés, színes élményt nyújtson majd a városlakóknak és az ideérkezőknek egyaránt. Mi sem lehetett volna méltóbb kezdése a gazdag programsorozatnak, Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi Díjas szobrászművész kiállítása, a Tűzvarázs. A szobrász Prókai Gábor művészettörténész képzőművészeti lektor mutatta be, akitől mindent megtudhattunk az alkotóról és a tárlaton szereplő műveiről. A Karcagon élő és alkotó szobrász a kortárs alkotóművészek egyik legtermékenyebbike Magyarországon. A viaszvesztéses bronzöntési technika hazai megújítója, melynek alkalmazásával a képzőművészeti főiskola bronzöntő műhelyében próbálkozott először, s ma már szobrainak jelentős részét ezzel a módszerrel készíti. Liszt Ferenchez hasonlóan nem tartotta magában a tudást, rengeteg művésztársát avatta be a különleges technika rejtelmeibe, és több ezer alkotást segített a világra, melyek a speciális folyamatnak köszönhetően minden részletében visszaadják a szobrászok fejében megálmodott művet. Származása a neveltetése mélyen befolyásolta munkásságát. A kun hagyományok ápolásának rendíthetetlen elkötelezettje, a paraszti világ a magyar történelem jeles alakjainak megörökítője. Emellett a lovak ugyancsak szorosan hozzátartoznak a művészetéhez, sőt egyik kedvenc szobra Kazincz Barcikán található. Nem kell azt mondanom, hogy egyik kedvenc szobrom, hanem én annak idején még nagyon jól ismertem a Buza Barnát, még középiskolás koromban. Hát ő majdnem 100 évet élt, néhány nappal előtte halt meg, és én ott voltam a temetésén is, egy rendkívül intelligens, művelt és nagyon barátságos, igaz ember volt a Buza Barna. Nagyon szerettük többen is őt, mert a szava az mindig valami olyan örökséget hozott fel, takart, ami hozzátartozott az életünkhöz, és amire büszkének kellett lennünk, és mesélt a saját életéről, és az egy igazi legenda volt, ahogy elmesélte. Sok országba járt, valóban lovasszobra van itten, és azt nekem elmesélte, hogy milyen ez a szobor, fényképeket mutatott róla. De én még nem voltam Kazincz Barcikán, csak átutazóba a határ felé, és nem álltunk meg, és most nagyon örülök neki, hogy ezt is láttam, de tulajdonképpen amiért ide kerültem, az egy egészen más dolog, az a Somogyi Józsefnek a Anya gyermekkel című szobra, ami valamikor hát egyébként szakmai hibából, mert nagyon, nagyon korrózió, tehát nem korrózáló, tehát korrodáló anyagból csinálták a tartó szerkezetét, és azért is dőlt el az a szobor, mert kirosdásodott alól, és még szerencse, hogy nem esett rá ott az óvoda udvarán valamilyen gyerekre, és mivel megtudták, hogy én a Somogyi mester tanítványa voltam, amikor erről a szoborról a zsűri bizottság is beszélgetett, és elhívták a zsűri bizottságot még a lektorátustól, azt hiszem ennek már 10 éve is van. Akkor, mivel tanítványa voltam a Somogyi mesternek, ezért is tudták, hogy a bronzöntéssel foglalkozok, ezért engem kerestek meg, hogy elvállalnám restaurálni és kijavítani a szobort, hiszen eltört a kezeletől, egy csomó minden lett, amit csak bronz heggesztéssel, pótlással lehetett javítani, és új korróziómentes anyagból készített tartószerkezetet raktunk a talapzatába. Tehát ez legalább 6 évig nálam volt, ez a szobor, és most már a megmunkálás helye is elátszanak, tehát szépen bepatinázódott azóta, és egy nagyon szép környezetbe került. Hát ennek külön örültem, és most a város sétán, ahol megnéztük a város, hát a szobrok városa belső kerületeit. Itt megtaláltuk a szobrot, nagyon szépen
el van helyezve, méltósággal gyönyörű fotókat csináltam róla. Tehát ilyen szépen, jó környezetben elhelyezett szobrot azért ritkán lehet látni, tehát ezért csak dicsérettel tudok innen távozni. A rendhagyó tárlat a jelenlévők számára egy igazi csemegével szolgált, ugyanis a helyszín egy pillanat alatt átalakult bronzöntő műhelyé, ahol Györfi Sándor az általa használt viaszvesztéses bronzöntés legkritikusabb pillanatát osztotta meg a közönséggel. A formát eltávolítva akkor derül ki, hogy a kis ló alakot sikeresen öntötték ki. Csukás István a Kossuth Prima Primissima József Attila díjjal és még számos egyéb szakmai nívós elismeréssel kitüntetett kortárs magyar író, költő és esszéíró figuráit keltette életre Megyeri János szobrászművész, jelmeztervező. Így a kicsik és az őket elkísérő szülők vagy akár nagyszülők is életnagyságban láthatják a legnagyobb és legnépszerűbb magyar mesehősöket. Többek között Süsüt a sárkányt, Pompomot, Picurt és Gombóc Artúrt, Mirmurt és barátait, Sebaj Tóbiást vagy a nagy Ho-ho-ho Horgát. A Mezei Művész Kávézóban szintén egy nem mindennapi kiállítást tekinthetnek meg a művész barátok. A több évtizedes múltra visszatekintő Miskolci Fotóklub Egyesület jelenleg 36 tagot számláló fotósa a legsikerültebb fényképeit hozta el Kazincz Balcikára. A kezdő fotósokból, fotóművészekből, portré és természetfotósokból álló csapat a közönségre bízza magát. A látogató egy csipeszt tehet arra a fotóra, amelyik neki a leginkább tetszik. Ráadásul, ha regisztrál a kávézóban kihelyezett papíron, akkor még meg is nyerheti azt. Hát a Miskolci Fotóklubra azt érdemes tudni, hogy 1929 óta létezik. Tehát Magyarország egyik legrégebbi fotóklubja. Jelenleg 42 fő taggal büszkélkedhetünk. Az itt kiállított képek gyakorlatilag mindenféle fajta témájúak. Annyiuk volt egyébként neki, hogy így mondjam, megszabva, hogy a legjobb képeiket próbálják meg elhozni erre a kiállításra, hogy itt a közönség majd hogy tudjon rájuk szavazni. A fesztivál első napján megnyílt a Mezei Kávézó Fröccs terasza is, ahol a kellemes hangulatról az Érinyi Középiskola ZTM Group formációja gondoskodott. A fesztivál ideje alatt 4 alkalommal is találkozhatnak majd a zenekarral. Az esték rendhagyó módon 2 részből állnak majd. Minden alkalommal először egyik énekesük kerül Rivalda fénybe, és énekli el minimalista akusztikus zenei kísérettel kedvenc dalait. Az est második felében pedig a teljes zenekar szó órakoztatja a nagy érdeműt pop-rock slágerek akusztikus feldolgozásaival. Akarod tudni, miért különleges a Color Fesztivál? Megmutatom. Kazincz Barcika idén augusztusban is fesztivál üzemmódba kapcsol. Színes produkciók, színes helyszínek, színes arcok, színes pillanatok. Nem számít, hány éves vagy, milyen messziről jössz, egyedül vagy többet magaddal érkezel. Nálunk megtalálod a neked való programot. Hagyd el a szürke hétköznapokat, látogass el Color City-be! 7. Color Fesztivál. Színesen Kazincz Barcikáról. Gyere! Ott viszi a fog!
az enyém. Velünkön a szerelem, ezt mutatom. Ha lemarad az idő, mert nem kutatom. Mosolyog a világ, miért ne tegyek én. Hol van a mond a szívedből, minden az enyém. Color Fesztivál programjai nem csak Kazincbarciken, hanem a környező településeken is zajlanak. A Color Country programjain belül elsőként Dubicsányban Ferenci György és a Racka Jam, Nekizsenyben Szekeres Adrien és utoljára, de nem utolsó sorban Mucsonyban Vastag Csaba adott nagy sikerű koncertet a nagy érdeműnek. A Color Fesztivál első vidéki állomása Dubicsány volt, ahol a Woodstock 50 képzőművész szemmel című kiállításon vehettek részt az érdeklődők. Az alkotók Sarkadi Péter, Urbán Tibor, Eszabó István, Müller Kata, Csurák Erzsébet, Kovács Gabriella, Stark Attila, Fignár Levi, Telekes Balázs, Hegedűs János, Somori Hornyák Szilárd, Dobos Norbert, Györfi Szofi és Faragó Gergő mindannyian Woodstock témában készítették alkotásaikat, különféle technikákat és megoldásokat felhasználva. A kiállításokat, valamint az este koncertjeit a Magtár udvarban tartották. 10 évig volt nálunk, csak hát ott már benőtték a fák, meg kinőttük az udvart, és itt menet közben elkészült egy magtár, amire pályáztunk és felújítottuk, és ez egy folyamat.
és itt már a második ilyen magtár udvar van, ami tavaly volt az első, és az idén a második. Dubicsány már évek óta csatlakozott a Color Fesztivál programjához, a céljuk pedig az, hogy minél többen megismerjék a települést. Hál' Isten, most is szép számmal érkeztek ide látogatók Budapestről is, akik a busztok miatt jöttek el. Miért is jó a településnek? Ahogy mondtam, szélesebb körben megismeri a lakosságot, a településünket, a könnyében élő emberek. Hogy indult a kapcsolatunk Kazimbacikával? Ez egy hosszú-hosszú történet. Dubicsány volt a legeslegelső település, aki a Color Countryhoz csatlakozott. Ennek már jó pár évvel ezelőtt van. Ebből kifolyólag Dubicsány kapnak azt a megtiszteltetést, hogy más évek óta itt van a Color Countrynek a megnyitója. Az este jó hangulatáról a Dubicsányban minden évben visszatérő csoltúi cigányzenekar, valamint Ferenci György és a Racka Jam élő koncertje gondoskodott. Ferenci Gyúriék már felléptek a Figner udvarban, és jelezték, hogy nagyon szívesen jönnének vissza. Különleges és egyéni zenéjük izgalmas, humorral fűszerezett és fergeteges tempójú. Saját megfogalmazásban értelmezik Jimi Hendrix-től a magyar népzenéig a muzsikát. A legnagyobb királyi már nagyon régen itt él, a városban a zseri és szólt, mint a tél. Levonásza a gonosz, beteszi a dutyiba, ha úgy hozza a helyzet, akkor ledurrantja. Racka jó, az egy speciális magyar jófajta, az egyetlen magyar jófajta, aminek az első ábrázolása 3000 évvel ezelőttről sumér életfáról származik, azóta változatlan formában él például Gyimesbe és Kis Magyarországon is. Ez a racka, a jam az az örömzenélés, de aztán rájöttünk, hogy ez nem lesz így kimondva jól, úgyhogy első pesti rackák, most már így hívják a zenekart, az egyetlen banda vagyunk, akit két néven is hívnak. Tehát két nevetek van, és mi a kötődésetek a helyszínhez, Dubicsányhoz és a fesztiválhoz? Két évvel ezelőtt egyszer muzsikáltunk itt, és nagyon beleszerettünk. Ez egy olyan jó buli volt az Oléknál, egy olyan állat, egy jó közönség van, hogy teljesen korlátlanul lehet muzsikálni, iszonyú jó emberek vannak, hogy szívesen jöttünk megint. És a Racka Jam az milyen zenét játszik, és... Hát azt nem lehet elmondani. De mégis egy-két hatás, vagy... Hát figyelj, a Woodstock, aminek most itt az évfordulójára van a kiállítás, és a magyar népzene, magyar kultúra között keresünk egy ilyen kapcsolatot, és ez van is. De nem csak egy, hanem több kapcsolat is van, és ezen dolgozgatunk mi. Huszár gyerek, szereti a táncot, az oldalán te csörgeti a kardot. Ha csörgesse meg ilyen sarkantyúja, a Kossuth Lajos megbukja, a muzsikát a túlja. Ha csörgesse meg ilyen sarkantyúja, a Kossuth Lajos megbukja, a muzsikát a túlja. De szép a huszár, szép a huszár, felül a lombára, aranymente a hátára, de kard az oldalára. A piráncsokot a csákóján úgy megy a csatába, a nesír rózsát megtérek még a szabad hazába. De virágcsokor a csákóján úgy megy a csatába, a nesír rózsát megtérek még a szabad hazába. Ez még mindig a Color TV, benne pedig a 7. Color Fesztivál. Neki Zseny, a Color Country második állomásán vagyunk, mellettem pedig a gyönyörű és gyönyörű hangú művésznő Szekeres Adrián. Hát nagyon-nagyon sok helyen azt olvastam, hogy neked a zene az úgymond egy terápia. Hogyan is kell ezt igazából érteni, hiszen jazz, pop, rock, mindenféle stílusban kipróbáltad magad. Hogy lehet mondjuk egy pop, egy rock vagy egy jazz mondjuk terápia? Hát ugye különböző fajták vagyunk mi emberek, meg nagyon sok élethelyzetben találjuk magunkat, amikre legalábbis én mindig másfajta zenét találok éppen megfelelőnek. Nyilván ez korral is változni tud, nyilván a nemek között is van talán különbség, van aki a férfiak általában jobban szeretik a keményebb rockzenéket, és hát ugye mit csinál az ember, hogyha egy kicsit ki akar kapcsolni, azonnal zenét hallgat, ugye mit akar csinálni, tulajdonképpen el akarja felejteni a hétköznapi problémáit vagy gondjait, és hát én azt gondolom, hogy a zene az nem csak azoknak terápia, akik ezt hallgatják, hanem azoknak is, akik ezt művelik, úgyhogy ez egy ilyen adok-kapok oda-vissza játék, és én igyekszem
a műsoraimat úgy összeállítani, hogy adott esetben mondjuk a jó és a rossz kedvükre is találjanak maguknak dalokat az emberek. Nagyon-nagyon sok helyen lehetett azt olvasni, hogy nagyon sok visszacsatolást kapsz a közönségettől, hogy egy-egy koncert után úgy érzik, hogy feltöltődnek. Hogyan tudod egy-egy koncert alatt ezt az érzést átvinni a közönséget felé? Hát fogalmam sincs. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye van egy olyan előadói tulajdonság vagy képesség, ami megadatott néhányunknak, ez, hogy valamit így tudunk okozni. És akkor ehhez nyilván van egy technikai dolog, egy zenei műveltség, egy tudás, egy ízlés, meg mindenféle dolog, ami hozzáadódik, és akkor úgy az ember lesz egy ilyen kerek valami, aki valamit közvetít. Én azt gondolom, hogy nekem a zenei képességeim, adottságaim, muzikalitásom mellett ez a nagy erőm, hogy képes vagyok ezeket az érzéseket közvetíteni. Nyilván nagyon sokszor ezek azért a lírai dalokban jönnek jobban elő. Amikor a színpadon a párod, pontosan Kis Gábor kíséri a koncertedet, nagyon-nagyon lehet azt érezni, hogy maximális összhang van köztetek. Ha mondjuk egy-egy zenében picit hosszabb kiállást tartasz, a Gábor érzi azt, hogy mikor kell becsatlakozni. A magánéletben is ekkora összhang van, vagy a színpadon is, vagy hogy alakult ez ki nálatok? Hát ez pont így, hogy nyilván a magánéletben is, meg a szakmai életünkben is nagy az összhang és a harmónia, és hát ez ugye elsősorban a magánéletből jön, és aztán érződik a színpadi előadásainkban. Tényleg egyszerűen úgy is tudok énekelni, hogy nem is látom Gábort. Tehát van olyan, amikor van egy tévéfelvétel, és akkor Gábor kísér, és teljesen máshol van a színpadon, akkor hiába nem látjuk egymást, tudjuk, hogy éppen mi mennyi az a szünet, amit mondjuk én tartok, vagy ő hogyan fogja, meg milyen tempóban. Tehát, hogy nyilván az, hogy sokat vagyunk együtt, ez így megmutatkozik. A Szekeres Adrián rajongók nagyon-nagyon sokan kérdezik, hogy talán harmadik alkalommal tér vissza októberben a Műpassz színpadára, és nagyon-nagyon kíváncsiak Adrián mellett, hogy ki is lehet az a sztár vendég, vagy az a sztár előadó Adriánnel karöltve, akit eddig sajnos nem tudhattunk, hogy ki lesz az Adrián. Tudhatjuk, vagy pedig egy kicsikét körülírjuk, és mehet tovább októberig a találgatás? Igen, mehet a találgatás, körülírjuk egy zenekarnak az énekese, aki talán egy icipicit fiatalabbak, mint én, de azért nagyjából úgy együtt indultunk a pályán, ők magyar? Is vidékiek, természetesen magyar, ők is vidéki gyerekek, és akkor igen, vidéki sanzonokat, meg mindenfélét szoktak énekelni. Ha választani kellene, líraibb, vagy egy kicsikét dinamikusabb dalok? Vagy kedvedtől függ? A micsoda, amikor hát mondjuk volt? Egy repertoár alatt, mondjuk itt ma este nekézsenbe. Ja, hát ez attól függ, hogy nagyon sok mindentől függ. Hogy, ma este mitől? Hát nyilván kellenek a slágerek, tehát hogy az nem kérdés, hogy egy ilyen nyúlfarknyi, mert ugye ez nem a 90 perces, meg nagyon nagy koncert, ezekben az a fő szempont, hogy minden sláger az elhangozzon, és akkor ilyenkor nyáron, mondjuk ilyen gyönyörű környezetben és fényes nappal, akkor jobban szeretem, hogyha egy picit több dinamika van a műsorban, és kevesebb líra, és amikor aztán jön az ősz, meg a tél, és mondjuk kicsit más a jellege a koncerteknek, akkor jobban bekúszik a több líra. Kedves nézőink, hát a mai estén lesz pici líra, lesz egy kis dinamika, és természetesen töménytelen mennyiségű Szekeres Adrián a színpadon. Én mindenkinek azt javaslom, hogy a következő percekben hallgassuk meg Szekeres Adriánt. Csak a hó marató felett, puha pásolt hoz az ég, hogy kényeztesse le, mikor a tegnap a mára rátalál, és én megfogom két kezed, érzem, hogy olyan nem lehet, hogy elveszítselek, amíg a híd a folyó átöleli szelidek, kis puha vállad éppen tigölelek, és ha te elkísérsz, tiéd vagyok bár, mint kész, amíg a híd a folyó átöleli szelidek, kis puha vállad éppen tigölelek, s a végtelen
Vasárnap Mucsony volt a Color Country soron következő állomása, ahol Vastag Csaba nagy sikerű koncertjén szórakozott a nagy érdemű. Vastag Csaba, a sztárvendég a településnek. Hát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek itt Múcsonyban. Megszokhattuk tőled, hogy nagyon-nagyon energikus, nagyon-nagyon fergeteges koncerteket szoktál igazából adni a közönségnek. Bízunk benne, hogy így lesz ez a mai napon is. Igen, bár mondtad, hogy Color Country, mi nem countryt játszunk egyébként, ettől függetlenül, de majdnap egy kicsit ilyen interaktívabbra veszük majd a dolgot. Azt arra számítunk, és azt is várjuk, hogy a kedves közönséggel együtt egy ilyen családias jó buliban, egy együttlétben lesz részünk, amiben igazából mindenki azt csinál, amit akar. Nagyon kevesen tudják, de mondjuk akik végigkísérték a pályafutásodat, az a tehetségkutató előtt, ha minden igaz, nagyon-nagyon sok színdarabban, musicalben is szerepeltél. Ezt nem nagyon sokan tudták rólad. Hogyan kezdődött nálad ezt, hogy színpadi produkciók, musicalekben szerepeljél? Ez annyira régen volt, nem is emlékszem már rá, de még egyébként mostanában is szoktam a színházban játszani, legutóbb azt hiszem 2 éve voltam színházban, mármint hogy játszani, nem nézni. Hát kettő egyébként nagyjából szerintem összefügg, tehát hogyha valaki zenével foglalkozik, akkor a színház már csak egy lépés van ettől. Nagyon szeretem a színházat is, egy kicsit másfajta megvalósulásnak tekintem, mint a zenekart, úgyhogy a zenekart egyre jobban próbálom tolni. Ugye ez teljesen a miénk, a zenék a sajátjaink, a saját gyermekeink, a saját véleményünk, úgyhogy a magam részéről most ebbe az irányba mozdultam inkább el, és ezt szeretem hosszú távon csinálni. Tehát, hogyha jól veszem ki a szavaidat, vagy a szavaidból, akkor mindenképpen a nagy zenekari élő koncerteket részesíted előnyben? Tehát nem is csináltunk soha mást egyébként, a 12 éves koromtól kezdve mindig zenekarom volt. Az, hogy most nyilván van egy kisebb formációnk is, egy unplugged formáció, az a helyszínek mérete miatt van különben, nem mindenhol fél be egy ekkora zenekar, vagy ekkora színpad, hogyha megnézitek, azért egy eléggé nagy pakolás van itt most, de csak azért van egy kisebb koncert típusunk is, lehet így mondani, mert nem mindenhol férünk be, nem mindenhol tudnak erre megfelelő helyet és igényének megfelelő árammennyiséget például rendelkezésre állítani, úgyhogy ez a mi világunk, amit most csinálunk. Hogy telik a nyár? Újabb dalok, újabb zenék lesznek, születnek? Most per pillanat 7 darab dalunk, amit nem adtunk még ki, úgyhogy pont a logisztikai összerakása történik, hogy hogyan és mint tudjuk őket minél gyorsabban kiadni és egymásra felfűzni, valamint videoklipeket is kell csinálni azért valamennyire, úgyhogy ezzel telik most ez a nyár, igen. Említetted, hogy van 7 olyan dal, amit igazából még nem hallhatott a közönség. El lehet róla ugyanúgy mondani, hogy a tipikus Vastag Csaba karakteres zenék igazából? Szerintem, ha most így én magam vagyok és saját magamra gondolok, akkor nem nagyon tudok olyat mondani, hogy ez még a mi stílusunk lenne. Tehát általában elég próbálkozósak vagyunk, és minden érdekel minket itt zenekari szinten, úgyhogy a rock zenétől kezdve az elektronikus különböző megvalósulásokon keresztül még a klasszikus zene is foglalkoztat minket, ezeket mind játsszuk is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam neked, hogy igen, az új dalok is ezt a próbálkozós szellemet képviselik, és ugyanezt a nyíltságot és nyitottságot képviselik. Lesz benne mindenféle. Mai estén lesz benne mindenféle? Ma este most elnéztem, hogy a közönség kávé hogy néz ki, már hogy fiatalok, idősek aránya tekintetében hányan vagyunk, és hogy akármilyen hülyén is hangzik, még az is fontos nekünk, hogy nők és férfiak aránya tekintetében hogyan állunk, úgyhogy ma egy kicsit családiasabb műsor lesz, mint az előbb már említettem is, egy picit ilyen piknik jellegű rock and roll lesz, ami a mai estét meghatározza. Kedves nézőink, mint ahogy hallottuk, kicsi rock'n'roll, kicsi családias hangulat, mindez Vastag Csaba tolmácsolásában. Fontos kérés! Mindenkit elbetegye be magát! Senki lesz próbál táncolom, mozgó, figyelj! Mitől félsz? Várj, nyugodtan bízzál az éjszakát! Mi az akadály, még mindig szakad.
Extra! Televízió nézők, a 7. Color Fesztivál utca zenei mini fesztiváljának a kellős közepéről jelentkezünk. A háttérben a Dark Shell zenekar már óriási hangulatot csinált itt Color City főutcáján. Hát hallgassák őket nagyon-nagyon sok szeretettel, a háttérben a Dark Shell zenekar. Ez még mindig a Color TV Fesztivál külön kiadása. Augusztus 3-át, azaz szombati napot írunk. 3 nap telt el a 7. Color Fesztiválból, és elérkezett a mai napon, azaz szombaton az utca zenei fesztivál, amit már mindenki nagyon-nagyon várt. Mellettem Kalóz Tamás, a Kalóz Capriccionak a vezetője, akivel a következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy mit is érdemes tudni magáról, a csapatról. Hát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek hamarosan a hangszerek mögött, mint ahogy mondtam, a Kalóz Capriccio. Mit érdemes tudni rólatok? Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit a fesztiválon. Kalóz Capriccio. A Capriccio szó a szeszélyes, tetszés szerint előadott zeneművet jelent. A kalóz az félig meddig abból ered, hogy feldolgozásokat játszunk, nem saját dalokat, örökzöldeket, tehát gyakorlatilag aki ellátogat a mi előadásainkra, remélhetőleg felismeri azokat a dalokat, amiket játszunk. Francia chansont játszunk, tangót játszunk, reggit játszunk, tehát a Capriccio szóból eredően semmilyen műfaj kötöttségre nem nincs szükségünk ilyen szempontból, vagy legalábbis ezektől mentesek vagyunk. Amihez kedvünk van, illetve ami jól szól a mi felállásunk előadásába, egy basszusgitár, egy gitár és egy harmonika esetében, azt mi próbáljuk minél autentikusan, hát nem feltétlenül autentikusan, inkább fülbevászóan, tehát hogy tetszen a közönségnek, hát értelemszerűen ugye mi is a közönség kedvét keressük. Tehát a kalóz az egyrésztről innen jön, a másik hát ugye az én nevemből eredő, és gyakorlatilag ennyi a rövid története a névválasztásnak. Mondtad, hogy minden jó ebben a formátumban nálatok, ami úgymond kötetlen. Ez talán illik is az utcazenélésre, az utcazenei fesztiválokra. Kötetlen, szabad szellemű, a nézők igazából hallgatók azt csinálnak, odaülnek le a földre, ahova jól esik, ti meg nyilván azt játszátok, ami nektek, illetve a közönségeteknek jól esik. Mivel készültetek a mai napra, milyen jellegű utcazenét játszatok? Próbálunk a 2019-es években is olyan dalokat választani, ami azért megfogja az embereket. Van most ugye egy erőteljes retro hullám is a zenei világban. Ettől függetlenül ezeket is lehet ugye korszerűbben, a mai fülnek jobban tetszően, vagy legalábbis ismerősebben előadni, erre mi törekszünk, de ugye nyilván adott a 3 hangszer, tehát amit a 3 hangszer technikailag és hangzásban enged, ugye gyakorlatilag ennyi kötöttségünk van.
ez ami motivál minket egyrésztről, hogy minél több mindent ki tudjunk hozni ebből a hangzásból. A dalválasztás az pedig, mint az elején is mondtam, egyértelmű, mert olyan dalokat válogatunk, meg válogattunk össze, és folyamatosan bővítjük a repertoárt, ami a közönségnél egyértelműen ugye a kedvencek közé tartozik. Kedves televízió nézők, hát nagyjából ennyit érdemes tudnunk a Kalóz Kapricsóról. Én ígérem önöknek, hogy hamarosan a Kalóz Kapricsó zenél nekünk, és még azt is elmondhatom, hogy a mai estén, a mai délutánon biztos vagyok abban, hogy nagyon-nagyon sok kulisszát, nagyon-nagyon sok érdekes dolgot megtudhatunk itt a 7. Color Fesztiválon megrendezett utcazenei fesztiválról. Kedves nézőink, ez még mindig a 7. Color Fesztivál, benne pedig a Mini Utcazenei Fesztivál, innen Color Cityből, Kazincbarcikáról, mellettem pedig Misi és Judit, azaz az Evergreen zenekar. Hamarosan ők is nagyon-nagyon jó, kellemes muzsikát fognak majd játszani itt az Utcazenei Fesztiválon. Bízunk abban, hogy addig az eső is majd picikét alábbhagy, vagy reméljük azt, hogy mondjuk az égiek is fognak kedvezni az Utcazenei Fesztiválnak. Én rögtön első körben azt kérdezném tőletek, hogy mit érdemes tudni az Evergreen zenekarról. Hát az Evergreen zenekar nagykörösről érkezett ide a Color City Fesztiválra, és nagyon örülünk a meghívásnak, nagyon megtisztelő számunkra. Mi 10 éve zenélünk együtt, és 2 éve zenélünk olyan formációban, hogy akusztikusan, ami az utcán is megállja a helyét, tehát nagyon minimális erősítéssel, vagy anélkül is meg tudunk szólalni. Elég széles a repertoárunk, rock and rollt, bluest és country stílusban játszunk számokat 50-es, 60-as, 70-es évekből. Összességében manapság nagyon-nagyon divatosak az utcazenei fesztiválok, vagy az utcán való zenélés, vagy az utcazene tetszőlegesen hívhatjuk akár. Judit, hogy érzed, mennyire szeretik az emberek az utcazenei fesztiválokat, vagy azokat a csapatokat, akik mondjuk egy-egy jó kis talpalávalók mondjuk az utcán úgymond szabad, kötetlen körülmények között előadnak? Úgy tapasztaljuk, hogy szeretik az emberek, főleg ezt, hogy ilyen közvetlenül tudják ezt így átélni. Főleg az 50-es, 60-as évek zenét játsszuk, főleg amerikai számokat. Tehát itt Elvis Presley-től kezdve Johnny Cash-ig. Mennyire fekszik az embereknek ez a stílus? Hogyan tapasztaljátok? Szeretik. Nagyon-nagyon szeretik, és olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy folytassuk ezt a vonalat, mert ez a mai zenei környezetben egy hiánypótló.
Lehet azt mondani, hogy talán réteg zene, de mégsem annyira réteg, hiszen nagyon-nagyon hamar rákapnak az emberek ennek a stílusnak, akár a countrynak, vagy az általad említett rock and rollnak az ízére. El lehet így határolni, hogy réteg vagy nem réteg zene? Nem lehet elhatárolni, pont azért nem, mert maga a ritmikája ezeknek a stílusoknak olyan, hogy nagyon közel áll az emberhez. Most ha nem is ismeri a számot föltétlenül, akkor is már az első pár taktus után szinte viszi magával a lendület a közönséget, tehát mi ezt tapasztaljuk. Körbe ölel egy virág, holnap úgy jó.
heard the cries, but you wouldn't dry my tears away. Csaknem ezren vettek részt a 6. kolorfutáson vasárnap Kazincbarcikán a 7. kolorfesztivál egyik programjaként. A remek időben a belvárosban kijelölt új útvonalon álltak rajthoz a futás szerelmesei. Csaknem ezren vettek részt a 6. alkalommal megrendezett kolorfutáson, amit a kolorfesztiválon belül rendeztek meg. A remek időben, vasárnap reggel ezúttal a belvárosban kijelölt új útvonalon álltak rajthoz a versenyzők. A július utolsó hetében meghosszabbított utólagos nevezésből befolyó mintegy 300.000 forintot az idén 30 éves Magyar Speciális Olimpiai Szövetség javára ajánlotta fel a város. Szitka Péter polgármester, aki családjával vett részt a kolorfutáson, a megnyitó műsor kezdetén jelképesen átnyújtotta az utónevezési díjból befolyt összeget, 300.000 forintot Lengyel Lajosnak, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elnökének. Alexis Szelőnek találjuk legelőször is, hogy város gondolta a fogyatékkal élőkre, és én azt hiszem, hogy nagyon sok helyre etülkölt, hiszen éves szinten közel 100 versenyünk van az ország különböző területein, és ahogy a megnyitő ünnepség is mondtam, közel egy hónap múlva Kazincbarcikára jövünk, asztali tenisz és erőemelő versenyre, de egy részét erre fogjuk költeni. Hát itt az úti költséghez, szállás, étkezési díjhoz tudunk hozzájárulni a versenyzőknek, kedvezőbbé tudjuk tenni nekik a részvételi feltételt. De csak a pénz maga, az is nagyon sokat számít, és nagyon fontos. A maga az a tény, hogy egy olyan rendezvényen tudunk részt venni, ahol nagy örömünkre szolgált, hogy több száz versenyző vesz részt a kolorfutáson, és én azt hiszem, hogy ez jellemző, és meg is mutatja Kazincbarcik a nagyságát, hiszen nemzeti sportváros, sportváros már évtizedek óta, és polgármester úrnak az érzékenységét a fogyatékkal iránt is, hogy be tudtunk integrálódni ebbe a rendezvénybe, mert versenyzőnk részt is vettek a különböző távokon a futásba is, és én azt hiszem, hogy nagyon rég elindult egy jó kapcsolat a várossal, elsősorban a polgármester úrral, hogy ez folytatódni fog, és egyre jobban, egyre több rendezvényt tudunk idehozni, egyre több versenyt tudunk itt rendezni, és meg tudjuk mutatni a város lakóinak is, hogy a fogyatékkal emberek, a speciális atléta is ugyanazok az emberek, mint mi vagyunk, azzal a kis különbsége, hogy sérülten születtek, viszont kiváló eredményekre képesek. Én azt hiszem, hogy a társadalomnak az érzékenyítéséhez hozzátartozik az, hogy a fogyatékkelőek meg tudjanak jelni, meg tudják mutatni, hiszen ők is egy nagyon hasznos tagjai a társadalomnak, és erre egy nagyon jó példa és példát mutatkozunk a szikon. A rendezvény házigazdája idén Petúr András, a Sport TV ismert műsorvezetője volt. Nagyon vártam már, hogy jöjjek. Egyrészt azért, mert
Az az igazság, hogy így alakult, én soha nem voltam még 40 év alatt egyszer sem Kazincbarcikán. Másrészt pedig, amikor elkezdtem utána olvasni, hogy egyáltalán mi ez a márkanév, hogy Kolor, meg hogy mi az a Kolor futás, akkor csupa olyan képet meg leírást láttam, hogy egyszerűen láttam, hogy ez egy nagyon jó buli. És ráadásul, hogy fölépül az egész, hogy egy kicsik indulnak, sulisok folytatják, az embernek tényleg az az érzés, hogy mire maratonisták elindulnak, mert mindenki hangulatban, és tényleg így is volt, és szuper az idő, és nagyon sokan vagyunk szerencsére, és csupa mosolygó ember jön be, amit én nem is tudok elképzelni, hogy hogyan lehet bárhány kilométer lefutás után mosolyogva megérkezni, úgyhogy minden igazából pont olyan, vagy még jobb is, mint ahogy vártam. A közös bemelegítést követően, amit a futók részvételével Elektót Íva fitness edző tartott, elindult a verseny. A rajtvonaltól először a legkisebbek, az Ovi Maraton résztvevői is tartoltak el. Őket második körben a Suli Maraton lelkes versenyzői követték. Nem fáradtam el. Hát jó élményeim voltak. És apukám azt mondta, hogy benne vagyok az első háromba, szerinte, mert nagyon gyorsan futottam. Harmadik körben a hosszabb távú negyedmaratoni, félmaratoni és maratoni versenyzők következtek. A félmaraton legjobb női futója, Géci Éva, nem először indult már ezen a rendezvényen. Nagyon élveztem, de azért eléggé megterhelő volt. Nekem én nem szoktam ilyen hosszú távot futni, inkább csak a fele az, ami nekem a komfortfutásom, de nagyon élveztem. Tehát pont azért szeretem ezt a versenyt, mert ez épp jó arra, hogy ilyen hosszabb távon is elindulhassak itt Barcikán. A leghosszabb távon a 41 kilométeres maratoni számot Tulipán Attila nyerte remek idővel. Hát nagyon élveztem a futást, ez a pálya most jobban tetszett, mint az előzőek. Szint volt benne, viszont hogy hamarabb indult, nagyon jó volt, nem volt annyira meleg. Felkészülésem meg az tökéletes volt. Legvégül a legtöbb nevezővel rendelkező táv a minimaraton és a veterán maraton startolt el. Hát élveztem végül is, mert nagyon szeretek mozogni, bár futni úgy nem szoktam. Tehát inkább nagyon sokat mozgok. Van egy ilyen torna, hogy Joli Big torna. Ez egy órás, hetente kétszer tartok ilyet itt Kazincbarcikán, és akkor ezt én vezetem, ez általam összeállított. Hát inkább ilyen egészségmegőrző, de egy kis aerobik is. Tehát ez a mozgás, amit rendszeresen már évek óta, 10 évvel ezelőtt óta csinálok. Le kell győzni mindig önmagamat, ugye már a 7. X közelében, ez mindig így van. Hát időjárástól függ, hogy sikerül. Van, amikor úgy érzem, a világ végéig el tudok futni, van, amikor alig bírom a távot lenyomni. Úgyhogy valószínű, hogy vannak csípő problémáim, tért problémám, derék. Úgyhogy minden van már ilyenkorban. Hát ezek miatt ugye ajánlanám másoknak is, hogy csinálják, mert én mióta futok, csak 3 hónapja kezdtem, mindig jobban érzem magam. Az eredményhirdetést két körben zajlott, ahol mind a női, mind a férfi futó kategória legjobbjai díjat kaptak. Az eredményhirdetést követően a szervezők tombola húzással kedveskedtek a résztvevőknek, így minden versenyre nevező rajtszámmal rendelkező futó számára maradt izgalom a verseny utánra is. Please don't let me go.
Ez volt már a Color TV Fesztivál adása. Legközelebb csütörtökön 18 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, hiszen lesz bőven minőségi koncertekből, minőségi produkciókból. Ne feledjék, csütörtökön találkozunk este 18 órakor itt a Color TV csatornáján.